1963-ban kaptuk kiparengedét a feleségemmel. Nagyon hosszú út vezetett, végül úgy sikerült, játékokat kezdtük gyártani. Nagyon lassan fölfejlődött az egész annyira, hogy szinte egész keleti piacot mi láttuk el például fém matchboxokkal. Adódott az, hogy mit lehetne még csinálni játékfényezésen kívül, karácsonyfadisz. Mindent mi csinálunk, mindent, ami létezik, a dobozokat és mi tervezzük, mi készítjük, mindent. Kivéve most azt a aranyszínű kupakot, vagy ezüstszínű kupakot, amivel fel lehet akasztani. Ez a karácsonyfadisz, ez a nyers karácsonyfadisz, amit egy csőből fúj a technikus, ilyenné. Most ez, hogy igazán karácsonyfadisz legyen, ez fényeséget tenni. Tiszta ezüst folyadékot használunk. Ezüst az belülről kell. Forró vízbe bemártogatják, és az ott vákum keletkezik, és a következő művelet megfordítja, és fölszívatja, a vákum fölszívja az ezüst folyadékot. Több száz minta van. Nagyon óvatosan mondom a több százat, mert rengeteg mintánk van. Ugye sikra rajzolni általában mindenki tud, de egy gömböt megfesteni, az speciális munka. Mi festők ecsettel és ezzel a pipettával dolgozunk. Azokkal készítjük a mintákat. Ragasztóval előrajzoljuk, és azt a port szórjuk rá, amit éppen a megrendelés kíván. Én porcelánfestő vagyok, az a végzettségem, és én tulajdonképpen a szakmámba vág. Annyira gyakori, hogy még így kézzel készítenek ilyen díszeket? Díszeket tudtam, hogy csak itt ilyen üvegdíszeket. Egész országban csak itt készítenek. Öt perc alatt Vera készített 4 darabot, én egy felet, és az is erősen non-figuratív, de hát ez egy komoly munka, úgyhogy még van hova fejlődni. Itt Tárnokon, az üzemben van ez a helység, ezt berendezzük minden évben, és erről aztán lehet válogatni. És a gyerekek, az meg külön élvezett nézni, mikor bejönnek, ugye egy csoportokat fogadunk, óvodákat, iskolákat, hogy nagyon-nagyon boldog az ember, mikor látja őket. Hát, amikor megjöttünk, körülön néztünk, és nagyon szép díszeket láttunk, meg megnéztük, hogy mehetjük be, meg hogy színezik be. Csináltunk mi is egy sajátot. Nagyon szeretnénk még egyszer eljönni. Ez azt hiszem mindennel úgy van, hogy igazán akkor sikeres az ember, hogy amit csinál, azt szereti. És mi ezt nagyon szeretjük. Ez visszaköszön abban, hogy úgy, mikor belépnek a vevők, akkor már nagyon-nagyon jó érzéssel jönnek be, mert a látvány és a termelmény olyan, ami szívet, lelket melengető. Tehát ez a visszajelzés is nagyon-nagyon hozzájárul ahhoz, hogy az ember szereti azt, amit csinál.